Sziasztok! Sziasztok! A mai videóban a Tóth Árpád sétányra fogunk ellátogatni, ami nagyon közel esik hozzánk, egy olyan nagyjából 2 kilométer, viszont mi szinte soha nem voltunk még ezen a sétányon, és most láttuk, hallottuk, hogy tavasszal nagyon szépek itt a virágok. Két fasor is van, ami már több száz éves, és ebből az egyik, ha minden igaz, gyönyörű rózsaszín virágokkal lesz tele, ezt szeretnénk most nektek megmutatni. Induljunk is! Haladtunk a Tabán mellett, itt voltunk pár hete, itt készült néhány nagyon jó tavaszi fotó. Egyébként mehettünk volna a Lánchídon is, csak most az ugye le van zárva, szóval most ezt az útvonalat választottuk. Most pedig itt megyünk a Bár alján, ez is egy olyan környék, ahol alig járunk, és nagyon szív, csendes, nyugodt hely. Mögöttünk már látszik a sétány, oda kell valahogy felvennünk. Sajnos most elkezdett egy kicsit csaperegni az eső, esernyőt pedig nem hoztunk, de reméljük a legjobbakat, hogy nem fogunk elázni. Így a maszkba sajnos nem biztos, hogy annyira jól fogunk mutatni a képeken, de mivel kötelező hordani, ezért most rajtunk is végig rajtunk lesz a séta alatt. És akkor induljunk is, nézzük meg, hogy milyen ez a sétány. Sokan vannak egyébként, alig találtunk helyet, meg elég sok gyalogos is van, szóval valószínű többen lesznek a sétányon is, de meglátjuk, hogy mire számíthatunk. Szóval fent találkozunk. Oh.
Na már mindjárt a végére érünk a sétánynak, reméljük, hogy nektek is tetszett ez a kilátás és ezek a szép virágzó fák, amik itt vannak. Egy dolgot sajnálok, hogy tényleg nagyon sokan voltak, szóval így olyan videót, ahol inkább csak a természetre tudunk figyelni, olyat nem nagyon tudtunk csinálni, de minden esetre talán a látványért megérte eljönni ide. Az a szerencse, hogy közel van. Azért, hogyha egy órát kellett volna utazni érte, én valószínűleg csalódott lennék, de egyébként tényleg gyönyörű ez a hely. Talán akinek szerencséje van és hétköznap ki tud ide jönni, vagy aki itt lakik és csak kinéz az ablakából és ezt látja, annak nagyon jó ez a környék, de hát összességében nem volt rossz. Nem volt rossz. Igen. Örülünk, hogy megnéztük. Szinte minden fa alatt egyébként fotózkodnak, meg tényleg nagyon sokan jönnek kisgyerekkel, kutyával, szóval ilyen kis barátságos ez a környezet így. Azért hát, még... Hát akkor nézzük meg a maradék részét. Igen, meg megpróbálhatnánk a várról is, megpróbálunk néhány fotót készíteni, elvilegben innen is egy érdekes szögből lehet látni, és majd még a visszafele úton is lesznek fák és virágok. Itt mögöttünk ez a kis pagoda nagyon illik így a cseresznyevirágos utcaképhez. Ez egyébként biztos itt az Ernyőből ítélve valami vendéglátóhely szokott lenni, csak gondolom most a vírus közbeszólt ennek is. Egyébként ez nagyon hangulatos, lehet ide külni egy koktélre vagy egy kávéra. Ez egy ilyenkor pont. Ilyenkor érett? Igen? Egy pont? Aj! Szóval végig is értünk a sétányon, az egészen a várig vezetett. Oda viszont most már nem akarunk bemenni, mert el is kezdett esni az eső, szóval talán még pont jókor is jártuk végig ezt a sétányt. Most már nincs más dolgunk, csak megtalálni, hogy hol tudunk lemenni vissza az autóhoz, és
akkor búcsúzunk is tőletek, reméljük, hogy tetszett ez a mai videó. Most te mondjad. Vágj! Na szóval, reméljük tetszett ez a videó. Várunk a következő részben. Sziasztok!